Borzasztó most kaotika lett most, hogy hirtelen nyilván minden, mert szétletezve minden. Fent van a két gép a falon, de mivel az alsó gép ugye tápot azt innen szív föl, így hagytunk bőven teret a két gép között, mert itt azért eléggé sűrűn szokott 38 fok lenni, hogyha éppen arról van szó, szóval igen, ez egy eléggé para. Az asztal és az alsó gép között kb. 5 centi van, és a következő asztalon is 75 centi magas, úgyhogy igazából teljesen nyúl a kettő ott. És mivel, várjátok egy pillanat, és mivel ugye a két gép között az egy dolog, hogy tök visszintesre jött össze, ez így nagyjából egy, hát egy ilyen, jaj, arasz két gép között, viszont itt tettem párhuzamot a két gép közé, mert hogyha kábelek itt majd így jönnek lefele, akkor így legyen bőven hely, úgyhogy itt elől ilyen lépcsőzetes megoldást tett ezzel igazából létre, hogy jön a gép úgy, dír, dír. De szerintem ez így baromi jól fog kinézni, hogy ott lesz majd az új elalakú asztal, itt pedig a tévé állványos történet. Fönt a tévé a falon, két gép ott a falon, és vörös téglával kirakva az egész. Nagyon várom! Na, hát akkor végül a tévé is felkerült, atyám jó voltából, úgyhogy... mert én nem mertem ezt a falat megfúrni, mert az előző lakásban az a baj, hogy én átküldtem a falat. 4 centi volt az egész fal, vágott, és átküldtem. Úgyhogy azóta picit óvatosabban fúrok, és igen, itt lyukacsos tégla van, nyilván most már tudom, hogy a szigetelés miatt van ez így megoldva, hogy a levegő a szigetel, na mindegy, és egy centit haladsz, egy centit berobbansz, mert nincs ott semmi. És én beszartam, hogy átfúrom a túloldalra, úgyhogy így nem volt felfúrva semmi sem a falra. Fater ilyet szól, fiam, ez fenn fog tartani mindent, úgyhogy, ja, fenn fog. Úgyhogy a tévé már fenn van a falon, a gépek fenn vannak már a falon, jövő héten jönnek a bútorok, nagyon-nagyon várom, most pedig el kell menni HDMI-t venni, meg USB hosszabbítót, meg ilyeneket, úgyhogy ennek a beszerzési körútjára megyünk most, és remélem, hogy minden működni fog, mert hogy vasárnap van, jól lenne még streamálnem is, jól lenne még videót is felvennem, mert jövő héten nem fogok állni semmit sem, mert végigmelózok, úgyhogy sietni kell, úgyhogy haladunk a cél felé, haladunk! Hát azért valljuk be, most apummal nyomtam egy ilyen bevásárló körutat, hogy akkor hogyan legyen a kábel véve, meg hasonlók, meg négy más. Most vettem egy 5 méter HDMI-t, hogy a tévé jól föl legyen kötve, vettem 2x3 méteres USB-t, hogy a webcam is jól legyen bekötve, meg majd később nyilván a kamera is. Most úgy néz ki a lakás, amit nem mernék felvállalni. Úgyhogy csak úgy merem felvállalni, hogy itt a videóban, mert egy 5 perc múlva már szép lesz. Na mindegy, úgyhogy igen, ez a... Azért ez most úgy, na mindegy, ez most éppen azon vagyok, hogy ez meg legyen oldva. Na mindegy, a lényeg az az, hogy kábelmenedzsment, bár elkezdtem ott szépen, tök szépen kötegelőzve lesz össze, de egy DisplayPort kábelem, ez mi az anyámat csinál így keresztbe? Úgyhogy még egy ott is venni kell. Srácok, amelyik szabadnapom van, az összes szabadnapomban vagy ezt építem, vagy a családdal vagyok, vagy kikapcsolódok, vagy valami, nincs időm most semmi YouTube vagy Twitch tevékenységre, és a tököm tele van, baszki. Mert itt akarok ülni és szana szétüvölteni mindenkit, hogy BASZ MEG! HEADSHOT! De nem tudok, mert építkezek, úgyhogy ez egy ilyen időszak. Na mindegy, úgyhogy tévének is vettünk nagyobb kábelt, tök jó, alig várom, majd bekössem, és innen mehessenek a király filmek, meg a Forest, úgyhogy... Na mindegy, úgyhogy nagyon-nagyon várom már. Úgyhogy egy szó, mint 100 000 dolgom van, de csinálgatom, úgyhogy erről ugyan nem csináltam tájlapszat, de remélem, hogy majd jól fog kinézni, úgyhogy iszonyat módon várom már, hogy itt felkerüljön ide a tégla, mert azt fogja megadni a pikantériáját a fűszerezett húsinak, wow, úgyhogy nektek gyorsítva, valószínűleg már kész lesz, mire a következő strittet nézitek, úgyhogy tudjátok, mit kapjátok be a bokámat nektek, ez egy 3 másodperc nekem, meg még 3 nap, már jó van. Csőváz, ja meg, 3 nap hagyjál már, 500 év pakolás. Hellóztok. Na, hát szervusztok, srácok. Üdv mindenkinek. Na, hát lenyomtam a csodálatos is 12,5 órámat. Tök jó. Úristen, végre megyek haza. Végre aludtam a héten először 6 órát, úgyhogy tök jó, amúgy kedv van. Holnap futok össze Faterral, és csináljuk a téglafalat, mert ugye már fel van furva a gép a falra, meg a tévé, meg minden hasonló, és most már nagyon jól néz ki. Nagyon-nagyon. Úgyhogy most megyek haza,
Megmondom a full őszintét, kevés volt mostanában a vidi, mert az összes létező szabadnapomon vagy családdal, vagy baráttal voltam, vagy ismerősökkel, vagy bármi egyéb, muszáj volt kikapcsolódnom, sorry érte, de most megyek haza. Találtam tök jó horror játékokat, azokat valószínűleg már látni fogjátok, mire ez a videóban kimegy, de azokat fogom nyomatni, illetve eszméletlen módon neki fogok állni, picit rendbe rakni a lakást, mert apám most úgy le fog engem baszni, hogy de fiam, mi az az aglegény lakás, hogy... Úgyhogy, jó, azt majd gyorsan megcsinálom, de ettől függetlenül amúgy tudjátok, milyen rohadtul jó érzés az, hogy az apámmal egyre jobb a viszonyom amúgy? Mert nem tudom, mennyire emlékeztek így régiek főképp, de nekem azért eléggé labilis volt a paterral mindig is a kapcsolatom. És tök jó, mert mostanában egyre jobb, és ez kurva jó, mert hát azért valljuk be, az apa és a fia kombináció az nem mindig tudám amúgy a lehető legjobb lenni, már csak azért sem, mert hogy ugye, ott azért van egy extrém önbizalom, meg ego mind a két oldal részéről, és tök jó érzés az, amikor végre mind a kettő kicsit leadtunk ebből az egós hülyeségünkből, érted? És nyitunk az egymás felé, és tök jó segít, meg minden hasonló, és olyan tök élvezem ugye ezt az egészet, hogy végre az apámmal vagyok. Úgyhogy azt is nagyon-nagyon várom már, hogy végre nekiálljak ugye a jogsinak. Ha minden igaz, akkor jövő héten már kezdem, és egy olyan 2-3 hónap alatt lesz az akva, és hogyha már az is megvan, akkor tök jó, mert akkor még egy közös pont. Úgyhogy ez is tök jó, na mindegy. Jön haza a hétvégére anyum, ugye ma kedvem. Jön haza a hétvégére anyum, szerdán faterral csinálom ugye a téglát, van egy csütörtököm még szabad, pénteken dolgozom, és pénteken elmetesikon jön anyum, vagy csütörtökön, nem tudom, valahogy így, szóval megint nem tudok nagyon a gépőrt lenni. Király, ha megkérdezitek, hogy miért nincsenek streamek mostanában, nem azért, mert nem akarnék nektek streamelni, vagy nem akarok veletek foglalkozni, hanem mert fingásnyi szabadidőm sincs, bazd! Na mindegy, úgyhogy, ja, ugye szombaton és vasárnapon pedig ugye a születésnapom lesz, ja, zárójelbe köszi András, köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Na mindegy, úgyhogy, ja, eléggé zsúfoltak lesznek, de utána már tudok veletek foglalkozni. Van egy tech videó is, amit szeretnék csinálni, mert van egy új egerem. Szeretnék arról is egy tech videót csinálni, csak nincs időm, srácok. Úgyhogy remélem, hogy a jövő héttől már picit lájtosabb lesz az egész, és akkor végre megint tudok veletek foglalkozni, mert már nagyon hiányoztak. Na mindegy, elköszönök, vigyázzatok magatokra. Egyre sűrűbben lesznek ilyen jellegű vlogok, remélem, hogy ezek amúgy bejönnek, mert nekem jön nagyon, hogy egy kicsit újabb módon ismételten önmagam vagyok. Viszont megyek haza, nem aludni, hanem filmezni vagy valami, mert most már azért kell valami kis kikapcsol. Csak mire hazaérek lesz este 10, akkor már nincsen nagyon értelme úgy nekiállnom bárminek se, úgyhogy nyomatom ezerrel. Na mindegy, puszendári nektek, következő kis snitbe találkozunk. Sziasztok! Na hát először is jó reggelt. A másik fele pedig az, hogy megérkeztem a keletihez. Volt a keleti? Mindjárt olyan édesanyám megérkezik, hála az égnek. Így csütörtök délután 4 óra, nem 2 óra, 2:30 magasságában, nem sokára meg fog jönni. Egy picit velem lesz, úgyhogy tök jó, mert annyira rohadtul messze van, és amúgy annyira anyás vagyok, hogy az valami borzasztó. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogyha végre már valahára jönni fog az én kis édesanyám, egyben a nagymamámmal együtt. Úgyhogy úgy meg fogom őket ölelgetni, meg szeretgetni. Ugyan ma nem lesz sokat velem, mert csak összefutunk kb. Inkább hétvégén lesznek így fejezetten velem, én velük. De már most nagyon várom, mert 900 km-re lakik bakker. Emlékszem még a mai napig, amikor kinültem apámnak a lakásának az erkélyén, és konkrétan zokogtam azon, hogy pici vannak, vigyázz anyukámra, mert kiköltözik külföldre, és onnantól kezdődik nekem a nagybetűs élet. Ennek már kb. 7 éve. És most már sokkal könnyedebben veszem, de ettől függetlenül még mindig hiányzik, hogy nincsen ennyit a családom ilyen téren, mert szétszépünk szóródva. De nem baj, most egy nagyon picikét megint együtt lesz a family, és én ennek nagyon örülök. Úgyhogy fogadjuk be anyukámat. Még mindig gyönyörű. De ettől függetlenül a tényen nem rondít, hogy késik a vonatja 20 percet, szóval várhatok, király! Amikor azokat a vonatokat látom, mindig olyan 80-as évekbeli feelingem van, mert szerintem ezek legalább dupla olyan idősek, mint én. Na mindegy, na menjünk a vonatért. Mindjárt itt van Buter, alig várom már, annyira rossz, hogy amúgy már 7 éve külön vagyunk olyan téren, hogy szépen szakadva az egész family.
De nem baj, ilyenkor vannak ilyen kis lopott idők, amiket együtt tudunk tölteni, sokat vagyunk fel, és ilyenkor megint egy picit gyerekként érzem magam, pedig most már azért vastagon a felnőtt életkor vagyok benne. De ettől függetlenül, igen, később húztatott a vonatja, úgyhogy lehet várni addig is. Na mindegy, menjünk oda a vonathoz, mert kb. Most fog megérkezni. Sőt, szerintem most áll be. Rosszat mondtam? Nem, még nem áll be. Na mindegy, addig is puszendálni nektek. Én megvárom a Butert, mert már nagyon hiányzik. Mindjárt leszáll? Úristenem! Úgy érzem, hogy valamint egy 5 éves. Akiért éppen jön az anyukája az oviba. Mondjuk néha úgy is lehet 5 éves, de nem baj. Örök gyerek! Ez a miért? Na, menjünk a balért, mert a halál végére elmegy. Már látom. Ott vannak zöld kabátba, fehér pólóba. Ott. Már integetek is. Ott vannak a nagyim és a muterom. Kolozsvár, Nagybánya, Püspökladány. Na, sziasztok! Na, gyertek, akkor csinálok egy fotót. Úgyhogy végre együtt. Ja. Na, cheese? Hello! Amúgy ez video. Ez video? Na. Na várjatok, egy fél az biztos. Nagyon sokan kérdeztétek, hogy nekem az alkalommal mi ez az IDD-QD. Ugye, amit láttok. Ugye ez az örök élet kód, nekem ez a műtétem miatt volt igazából, mert hogy ez volt. És muterommal, ő, kuci-kuci mama, ő a mai napig hordja ezt a karkötőt, én meg ide lettem borva. Úgyhogy, mivel sokan kérdeztétek, ezért gondoltam, hogy ez félig meddig ezzel meg is válaszolnám a történetet, mivel ugye nekem volt az a Crohn betegséges történet, ami mai napig tart, de hát akkor kellett egy műtét nekem miatta, és majdnem belepusztultam. Úgyhogy nekem ez az a dolog, hogy ha ránézek, akkor mindig az utat szembe, hogy mindent túl lehet élni. És ez amúgy így van. És ezt a mamám is mondja, hogy simán. Túl lehet élni mindent? Akarni kell. Így van. Ugye, hogy akarni kell? Igen. Imádom a feminimet. Na, foglalkozok velük. Sziasztok! Na először is sorry, de most így függőlegesen fogom. Annyira jobb volt, ha anyumékkal találkozni, és szokásokhoz hívem hozzá nektek egy rakás nasit meg sajtot. Na mindegy, zárójelben sajta engem el lehet kenyerezni, jó? Tehát azért hozzáketten nem, hogy sajt az útvic. Ez annyi srácok, hogy utána még összekutottam, nem voltam most velük sokat, csak egy kis időt, de annyira jó volt őket látni, baszki. Na mindegy, amúgy sorry, hogy így veszem föl, de most nincsen kedvem valahogy biztítek be tolni, de annyira jó játékos lájtosba cipekedni. By the way, mellékesen. Ha jól tudom, ezt nemrég adták át. Egy hete? Ez a... Most így meg nem mondom, hogy pontosan micsoda. Jó lenne szó. Mi lenne, hogyha fölmennénk körbenézni rá? Úgyhogy zsajunk fel. Na mindegy, úgyhogy egy szó mint száz. Borzasztó jobb volt az anyumat látni meg a nagyimat, így együtt egy kupacba. Majd jönnek a szombat reggel, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Addigra kipatentolom a lakást is, meg hasonlók. Ugye a téglát azt még nem tudtuk beszerezni, mert még nem érkezett meg, sem pedig még az asztalom. De nem baj, ami késik nem múlik, hamarosan már az is meg lesz, úgyhogy nagyon-nagyon várom. Viszont akkora vihar lesz, mint az atom. Úgyhogy az egy dolog, hogy megint hazasétálok, és már megint 10.000 lépésnél járok. Ettől függetlenül viszont boldogtalan módon remélem, hogy nem túl elnapi leső. Ha meg ilyen, max tovább növök. Nem fogok 189 centire, szerintem már magasabb lenni, de hátha dob rám egy centit, hogy meglegyen az 1,90. Na mindegy, és kacok, puszi le, oda fölgyalunk, és nézzünk körül, ott milyen jó. Hogy már innen tériszonyom valahogy lenézek. Mert hát... Nagyon lassú vagy. Ugye itt azért lelátok? Elég para. Na mindegy. Pedig még nem is vagyok olyan magasan. De itt már mindjárt meghalok. Mondjam, ez
nagyon para. Ez nagyon. De ez viszont mese szép. Hát srácok, azt nem tudom, hogy ebből mennyi fog haladszódni, mert baromi nagy a szél, de ez legalább egy szép háttér, nem? Na mindegy. Egy szó mint száz, nem hiszem, hogy ezt a vlogot az asztal összerakásával, meg a fal megcsinálásával be fogom tudni fejezni, mert már most rohadtul hosszú. De remélem, hogy ezeket a vlogokat ismétletlenül úgy fogjátok élvezni, mint annó Angliából, vagy pedig a utána lévő időszakban, mert baromira élvezem. Szeretnék veletek a lehető legtöbbet megosztani az életemből, persze nyilván nem az extrém magánéletemet, de ettől függetlenül mégis csak egy picit engedett titeket a magánszférámba. Hiszen én azt az időt élveztem a legjobban, amikor mi egyek voltunk, érted? Úgyhogy erre a dologra nagyon rá fogok amúgy megint feszülni, mert eszméletlen módon élvezem. Kommenteket láttam az előző videó alatt, nagyon tetszettek, hogy ennyire pozitívak voltatok. Nem törlök semmilyen kommentet. Jöhet bármilyen, nem érdekel. Szó lesz szabadságban, srácok. De egyet, ha mondhatok. Legyen szó pozitív vagy negatív dologról az életemben, mindenről tudni fogtok. Viszont egy kicsit most körbeinézek még itt, hogy mégis mik vannak. Elég nagy ez a hely ahhoz, hogy kicsit el tudjak itt menengni. De az igazat megmondva, ez éjszaka nagyon-nagyon szép lenne és nagyon-nagyon tudnám adni. De hát nyilván az ember nem tudja előre tekerni a napocskát, pedig azt tök lehetne adni. Na mindegy. Hát remélem, hogy nyáron valami meleg és vizes helyre tudok kerülni, mert azt nagyon-nagyon tudnám élvezni, de most első az, hogy meglegyen az asztal, meg a jogosítvány. Ebbe kezdek bele lassan hamarosan, úgyhogy mindenről tudni fogtok ezekben a dolgokban is. Nagyon szépen köszönöm ezt a sok biztatást, srácok. Mindenkinek ezer meg egy millió pacsi. Aztán pedig találkozunk majd legközelebb is. És bocsánat, hogy mostanában kb. Szinte semmi stream nem volt. Tényleg nincsen semmi szabadidőm. Mert most is, ahogy volt egy szabadnapom, kb. A családommal voltam egész nap. És holnap már megint megyek. Hétvégén pedig szülinap, megint velem van a család. Semmi szabad időm nincsen, srácok, ezért elnézést kérek, de igyekszek amennyire csak lehet, csak most ez egy olyan hónap, amikor kb. Mozdulni nem tudtam. De köszönöm, hogy itt vettek és hogy bíztattok, meg hogy adjátok az energiát. Az egyik mozgató rugóm azok ti vagytok. Köszönöm szépen. Találkozunk majd legközelebb, kommenteket pedig olvasgatok, úgyhogy írogassatok, építsük együtt a community-t, aztán hajrá mindenkinek az életben előre. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia-szia! Na, és ezt így zárójelben megjegyzem még itt tök a végére, hogy amúgy paternék húzom meg is hozta a kis téglafalamat, mert a kis festő ecseteket, úgyhogy építkezünk, mint az állat. De hát nem baj, srácok, így hagyunk valamit a következő vlogra is. Én köszönöm, hogy itt voltatok, skacok, mindenkinek tényleg még egyszer, ezt csak ilyen grátis volt, pont videóvágás közben hív a pater, hogy megjött a cucit, hozom, mert ő rendelte meg, úgyhogy, yeah, király, na, húzok fölfele, és kezdem is a dolgomat. Sziasztok, tényleg még egyszer, sziasztok!